Jelentősen emelkedik a méhészek állami támogatása, például a méh családonkénti beporzási támogatás a duplája lesz az eddiginek. A remények szerint ez hozzájárul ahhoz, hogy több mézet tudjanak termelni. Egész Európában kihívást jelent a Kínából érkező olcsó méz. A magyar méhészek azt kérik, hogy vegyen mindenki itthon jó minőségű, ellenőrzött hazai mézet. Ez a méz, amit éppen mutatok, ez egy nagyon erőteljes, sűrű méz, lehet látni, hogy szó szerint, hogy pereg. Vagyis nagyon jó minőségű, ahogy korábban az elmúlt évben is kitűnő mézet termeltek a gazdák. A mennyiség viszont közepesre sikeredett. Ennek elsősorban a szeszélyes időjárás volt az oka. A Sopron környéki méhészek különösen elégedettek lehetnek, hiszen a specialitásuk, az ásványi anyagokban gazdag gesztenyeméz igazán kiváló lett. Hogy ezt a színvonalat idén és jövőre is elérjék, fejleszteniük kell méhészetüket. Horváth Antal, soproni termelő, már tudja, mire lenne szüksége. A technológiai fejlesztésen gondolkodok, és próbálnám a méz kicsomagolási technológiámat számomra egyszerűsíteni, gyorsítani, hatékonyabbá tenni. Tehát a hatékonyság azért sokat jelentene. Hangyasavas kezelést kapnak a méhek annak érdekében, hogy megszabaduljanak a parazitáktól. Ezek a felvételek tavaly ősszel készültek, amikor az egyik legfontosabb feladat, hogy a méheket felkészítsék a térre, hogy aztán a jó idő beköszöntével sikeresen beporozzák a növényeket, amihez egyébként az Agrártárca idéntől emelt támogatást, 500 forint helyett 1000-et ad méh családonként. Emellett a Magyar Méhészeti Nemzeti Program által nyújtott forrásokat is jelentősen megemelték. Egy év alatt a méhészek 1,8 milliárd forint közvetett támogatási forráshoz jutnak hozzá, ebből méhegészségügyi gyógyszereket vásárolhatnak, ebből vásárolhatnak méhanyát, évente lecserélhetik a méhanyát, ebből az összegből szakmai továbbképzésre kapnak támogatást, igénybe vehetnek, fenntartunk egy megyei méhészeti szaktanácsadó hálózatot, valamint a világ legfrissebb szakirodalmához hozzájuthatnak. A többlet támogatással, ha az időjárás engedi, idén az elmúlt évi 25 ezer tonnánál több mézet tudnak majd termelni, és több juthat majd exportra is, amelynek mennyisége tavaly meghaladta a 15 ezer tonnát. De a hazai méhészek azt szeretnék leginkább, ha itthon több méz fogyna, mert jelenleg évenként 1 kg-ot fogyasztunk, míg az Unióban ennek dupláját.